Az alumínium megjelenése óta a mindennapjaink része. Autók karosszériája, edények, fedők és számos a háztartásokban gyakran előforduló tárgy és csomagolóanyag is készül ebből az anyagból. A Közlekedési Múzeum alumíniumipari múzeuma az alumíniumipar kezdeteitől egészen napjainkig mutat be tárgyi emlékeket, fotókat és dokumentumokat. A ma már retrónak számító tárgyak a téli zárvatartás után mostantól újra megtekinthetők az intézményben. A lenti kiállító résznek az tárgyai, ezek általában hétköznapi tárgyak. Tulajdonképpen, hogyha ide eljövünk, akkor nosztalgikus érzés is érhet minket, hiszen a nagymamának a kredencén a mai napig ott vannak ezek a tárgyak, amiket itt is láthatunk. Emellett úti kávékészlet, rezsó, szódás, szifon, diavetítő, egy léghajó és sok más érdekesség is megtalálható a múzeumban. Az állandó tárlat bemutatja az alumínium előállítását és felhasználását egészen a bányászattól kezdve a végtermékekig. A léghajó maga már egy olyan látvány, amit ők is láttak általában filmekben, de ezen kívül, amikor eljönnek és megmutattam a tárgyakat, utána lehetőség van arra is, hogy ők is kreatívan részt vegyenek múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Itt mindig az újrafelhasználhatóság és jegyében itt készítünk mindenféle különböző tárgyakat vagy az alumínium dobozoknak a palástjából, vagy pedig fóliából. Az Alumíniumipari Múzeum előzetes bejelentkezés alapján fogadja a látogatókat. A 11 szobából álló gyűjteményt minden héten csütörtöktől szombatig 10 és 14 óra között kereshetik fel az érdeklődők.